Nem csak a nyárfák pihéjét, de a jókedvet és a muzsika hangjait is vitte a szél a 2200 lelkes Tiszadadán, ahol a község apraja nagyja ott volt a megyei értéktalálkozón. Népi játszóudvar, ugrálóvár, fagyi, lángos, vattacukor és minden megtalálható volt a Tiszaparton. Ennek a projektnek az a címe, hogy Itthon Együtt Közösen, Szabolcs-Szatmár-Beregben, tehát a megyei identitástudatot akarja erősíteni, és erősíti is, hiszen ebben a megyében élünk, 1920 óta hívják úgy, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg, akkor még ideiglenesen egyesített vármegyék voltak, 45 után így alakult történelmileg, és ez azt a célt szolgálja az a rendezvénysorozat, több állomása van, a megyei önkormányzat nyerte ezt a pályázatot, legutóbb Szabolcson voltunk, most itt vagyunk Tiszadadán, a megye más települése is megy, hogy egy picit a helyi embereknek, tehát mondjuk itt a tiszadadaiaknak, a helyi közösségnek megmutatja a megyét, a megyei értéktárat. A főzőverseny résztvevői már 11 órától serénykedtek a sátraknál. A hagyományőrző ízek szerelmesei több mint 10 csapatban mérték össze szakácstudományukat. A hozzávaló alapanyagok költségeit a pályázati forrás fedezte, a csapatok maguk dönthették el, milyen menüt állítanak össze. Ebben a bográcsban például jókai bableves főtt és a séf szerint hamar elfogyott. Hát ennél finomabb krumplit nem süt senki, mert még nem is nagyon krumplit sütöttek a többiek, hanem inkább főztek. Ezért nem süttek finomabb krumplit, és a zsűri véleményére sokat adunk. Csak hát mindenki olyan szépen tálalt, azt láttam, úgyhogy itt nagy a konkurencia. Mi arra törekszünk, hogy aki itt él, és aki ide látogat, az is jól érezze magát a településen, és ez a megyei rendezvény még először, a megyei önkormányzat rendezvénye még először van a településünkön, de nagyon szimpatikus, mert ugye ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy nagyon sokan eljöttek, és ami még szívmelengető, hogy már több fellépő is volt, az óvodások, az iskolások, most jelen pillanatban pedig egy Tiszadada nevezetű énekkar az, ami bemutatja a produkcióját. Ők helyi hölgyekből alakultak, és már azt hiszem egy évtizede, vagy már több is, mint egy évtizede működnek, és kitartanak, mi pedig támogatjuk ezeket a közösségeket. Az értéktalálkozó igazi nyárköszöntő örömünnep volt a helyiek számára. A polgármester azt mondta, Tiszadada egész évben várja a turistákat, hiszen Vásárosnamény és Tokaj után Tiszadada az a település, ahol aszfaltúton le lehet jönni az élő Tiszához.